A tervezetben olyan javaslatok szerepelnek, amelyek negatív hatással lehetnek a szerbiai nemzeti közösségek jogaira, hangzott el a sajtótájékoztatón. A nemzeti tanácsoknak törvénytervezet szerint írásban mindenképpen kétnyelvűvé kellene válniuk, emelte ki Józsa László. Furcsa módon az állam nem azon fáradozik, hogy a közszférában biztosítsa a kisebbségi nyelvek egyenjogú használatának lehetőségét és gyakorlatát, hanem arra törekszik, hogy a szerb nyelv egyenrangú használatát biztosítsa a kisebbségi közösségeket reprezentáló, autonómiájukat érvényesítő nemzeti tanácsok működésében. Ezzel az autonómia egyik tartó pillérét, a nyelvet kérdőjelezi meg a tervezet, tette hozzá. Amennyiben azt elfogadja a parlament tavasszal, akkor a kisebbségi autonómia teljes egészében állami gyámság alá kerülne, hangsúlyozta Józsa László. Zsoldos Ferenc, a Magyar Mozgalom ügyvivőtestületének tagja kiemelte, hogy a meglévő kereteket kellene megőrizni. A Kárpát-medencei magyarságon belül csak itt sikerült jogi autonómiát építeni, ami azt jelenti, hogy csak itt valósult meg a magyar cél, a magyar paradigma, hogy ezt megtegyük. 2014-ig egyértelműen növekedett, úgy jogi hatáskörökben, státuszban, mindenben, mint egyébként a 2010-2014 közötti tartalmi fejlesztésekben. 2014 óta az autonómia visszaszorítása zajlik, ezért is fontos, hogy a törvénymódosítási javaslat jelenlegi formájában ne kerüljön elfogadásra, tette hozzá. A vajdasági magyar emberek érdeke, hogy az autonómiájuk stabilizálódjon és erősödjön, szögezte le Zsoldos Ferenc.